Csincsilla, teknős béka, szakállas agáma, csak néhány a különleges szeretnivaló kisállatok közül. Többek között ezek teszik szépé a tábori élményüket azoknak a gyerekeknek, akik a Misina Természet és Állatvédő Egyesület pécsomogyi állatotthonában táboroznak. Most ugye az történik, hogy ugye körbeadják az állatokat, és nekem az azért tetszik, mert van egy-két állat, ami nagyon cuki, nagyon fürge, nagyon imádnivaló. Például a csincsilla, az nagyon puha. Meg ugye a teknősök is cukik. A hetes turnus alatt több állatfajtával, azok tulajdonságaival, a velük való bánásmóddal ismerkednek az itt táborozók. Megtanulják a klikker használatát a kutyákhoz. Lovagolnak, próbálkoznak a fogathajtással, de az egész állatmenhely területét is bemutatják a gyerekeknek. A kedvelésből tartott állatok csoportja a sok kis állat, amivel éppen most foglalkoznak a gyerekek. Ilyenek például a hüllők, a gekkó, a szakállas agáma, a csincsilla, a teknős béka. Ők olyan állatok, akiket nagyon sokat viszünk közösségbe, nagyon sokat vannak kézbe, hozzá vannak szokva az emberi környezethez, és azt gondolom, hogy rajtuk keresztül elmondhatjuk azt is, hogy kell ezeket az állatokat tartani, hogy kell állatokat tartani, és elmondhatjuk azt is, hogy nem kötelező mindenkinek állatot tartani, mindenki olyan állatot tartson, aminek a körülményét biztosítani tudja. A nyári tábor 4 turnusos, hétfőtől péntekig tart, naponta hazamennek a gyerekek. Általános iskoláskortól egészen 16 éves korig vehetnek benne részt a táborozók. Jelenleg teltházzal működnek, vannak diák önkénteseik és pszichológus hallgatók is, akik segítik a munkát, vagy éppen tanulmányaikhoz szükségesek az itt szerezhető ismeretek, tette hozzá Farkas Tamás, a pécsomogyi állatotthon vezetője.